A Fradi női kéziseihez hasonlóan a győri nők is nagyon megnyomták az első félidőt idegenben a román Valcsa elleni Bajnokok Ligája elődöntőben, de aztán történt valami, a 4 gólos előny 7 gólos hátrányba fordult, míg végül 35-31-es vereség lett a vége. Nézzük az utolsó bő egy percet, aztán a győriek elnöke jön a magyarázatokkal. Most ne kapjunk gólt. Bradeanu Özelnek. Vizityú megmentette, Lekic átjött ide kettes védőnek, ugye Vizityú annyi problémát okozott, hogy egy erősebb ember kellett végül is ide. Vizityú, Necsita helyzete, beejti, 35-30, össze-vissza pattogott a labda, de román gól lett belőle a végén. És még egy támadás, Löke, 7-es. És még adnak egy 2 percet, mert ez az, aminek semmi jelentősége nem lesz most már. A 7-esnek van. Annak van. Annak van. És ez most nagyon fontos. Jó lenne, hogyha csak 4 gól lenne a különbség a visszavágó előtt. Ott látjuk, hogy Özel valóban két kézzel löki Lőkét. Görbic és Dinu most már sokadszor. És nagyon fontos lenne ez a 100. BL gól a szezonban. Nem azért, hogy meglegyen a 100. Megvan! Megvan! 35-31, és még figyelni, mert néhány másodperc van a végéig. Vizityú, Pálinger, most már megszólalt a Duda. 35-31-re a Vilcsán megnyeri ezt a mérkőzést. Szerintem jó néhányan a szünetben fogadni mertünk volna arra, hogy a Győr fogja győztesen elhagyni a pályát, mert az első félidőben olyan kiválóan játszott a magyar csapat, aztán valami elképesztően megfordult a második félidő elején a játék. Két éve a román bajnok a BL elődöntőben kiverte a győrieket, most 4 gólos tehát a hátrány a visszavágóra, egy pokoli és érthetetlen negyed óra miatt, szerencsére sok volt a lőtt gól. Már is hívjuk Kelecsényi Ernőt, a Győri Audieto KC elnökét. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elnök úr, mi történt a káprázatos első félidőt követő kínai figurát követően a győriekkel? Hát az árnyékát a csapat már régen maga mögött hagyta, ettől ilyet volna meg? Én nem hiszem, hogy ez ilyettség volt. Sokkal inkább a Vilcsa megragadta az utolsó lehetőségét, vagy az utolsó utáni lehetőségét. És azt követően valóban, hogy úgy fejeztük be az első félidőt, ahogy befejeztük, úgy kezdtük a másodikat, ahogy kezdtük. Ők összekapták magukat, mi pedig ehhez még segítséget is nyújtottunk nekik azzal, hogy indokolatlanul és feleslegesen labdákat adtunk el, amiből ők lerohantak bennünket, ezeket be is lőtték. Igazából nem tudott abban a szakaszban a kapusunk sem zicservédésekkel támasztadni a csapatának, és így valóban ebből egy olyan negyed óra kerekedett, ami ennél én még nem találkoztam a pályafutásom során. Értékelték ezt a negyed órás rövid zárlatot? Felteszem, igen, és mit mondott, mi a magyarázata Böhm-mesternek erre? Igazából értékelésről nagyon nehéz beszélni, hiszen éjjel 2-kor értünk haza, természetesen sokat beszélgettünk arról, ami történt, és ami az értékelést illeti, ezt ki fogjuk értékelni, de az a legfontosabb, hogy előre nézzünk, és már a visszavágó szemszögéből próbáljuk ezt az úgymond értékelést végrehajtani, és kiküszöbölni azokat a hibákat, amelyeket ott abban a szakaszban elkövettünk. Elnök úr, összegészében erősebbnek látta ezt a Vilcsát annál, mint amire előzetesen számított? Én azt hiszem, hogy ha a mérkőzés egészét nézzük, és én azt hiszem, hogy ez az, amiben nekünk hinni kell, hogy a 60 percből gyakorlatilag az első fél időt megnyertük 4 góllal, a második fél idő utolsó 15 percét 3-mal, tehát a 60 percből fogalmazhatunk úgy, hogy 45 percig az történt, amit mi szerettünk volna. Igaz, hogy volt egy 15 perc,
amelyik viszont olyan különbséget hozott, ami egy mínusz 4 gólos vereséget eredményezett. Én azt gondolom, hogy a Vilcsa a mi hibáinkat használta ki abban a szakaszban majdnem, sőt mondhatjuk, hogy 100%-osan. Kiket emelne ki az Eto'ból? Hát mindenféleképpen Eduardo Amorimot, aki azt gondolom, hogy mind támadásban, mind védekezésben összességében jó teljesítményt nyújtott, és hát a második fél időben beszálló Hornyák Ági adott egy tartást, adott egy támaszt olyan időszakban, amikor igazából nagyon nagy szükség volt rá, és Pálinger Katalinnak is nagyon-nagyon fontos védései voltak ezen a mérkőzésen. Görbic Anita pedig belőtte azokat a 7 métereseket, amelyekkel tényleg úgy gondolom, hogy még azután az odavágó után is reális esélyünk van a döntőbe jutásra. Annál is inkább, hiszen ugye 4 gólt kell ledolgozni, viszont sok a lőtt góla, mint azt már említettük. Hány százalék esélyt ad a tovább jutásra? Hát több mint 50-et. Egyértelműen. Ha tovább jutnak a fináléba, az egyértelműnek tűnik, hogy ott a Podgorica várná a Győrt? Én egyenlőre azt szeretném, és azt kérem mindenkitől, hogy magunkkal foglalkozzunk. Azt hiszem, hogy van mit tennünk a hét hátralévő részében, hogy azt a fajta, és én azt hiszem, hogy ez lesz a meccsnek a visszavágónak a kulcsa, hogy azt a fajta mentális pluszt, amit a Vilcsa esetleg ebből a mérkőzésből kovácsolni tudott, ezt mi ki tudjuk egyenlíteni, és úgy kezdjük a második mérkőzést, ahogy kezdtük az elsőt, csak hogy ezt végig is tudjuk vinni. Elnök úr, akkor jó munkát a sorok rendezéséhez és a visszavágóra, hajrá Győr! Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm, hajrá!